van, milyen probléma van a vagykonszulnak. Ezer évet csak sikeres, tehetséges nép tud megélni, nagy erőpróbákkal, rengeteg küzdelem árán. Ezer esztendőket még nagy népek is csak csodák révén élhetnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ugyan mikor is lehetne indokoltabb idézni I. és Gyula szavait, mint most, augusztus 20-án, a magyar államalapítás, a magyar államiság ünnepén. Valamivel több mint ezer év, mint egy 36-37 emberöltő telt el azóta, hogy első királyunk, Szent István, a szónak nem csak földrajzi, hanem politikai és kulturális értelmében is európai néppé tette a magyarságot. Egy évezred áll mögöttünk. És ha ezt összevetjük Európa más népeinek történelmével, államiságával, múltjával, a legkevésbé sincs okunk szégyenkezni. A németek 919-től a 100 Henrik trónra lépéséről számítják államok kezdetét, azaz csak 100 évvel korábbról, mint mi. A franciák Capet Hugo 987-ben történt királyákor választását tekintik a karolinkor végének és Franciaország kezdetének. A mi Géza fejedelmünk ekkor már 15 éve ült a nagyfejedelmi székben. Minden nép, amely meg tudott maradni a történelem viharában, etnikumok és civilizációk harcában, amelyet nem sodort el az idő, őrzi magában saját eredetét. Legjobb teljesítményeiben és legfájóbb kudarcaiban, tudatosan és öntudatlanul egyaránt. Ez adja nemzeti öntudatának, identitásának fundamentumát. Nekünk magyaroknak itt a Kárpát-medencében kezdődött el minden, és ma is ez jelent számunkra mindent. Ahogyan eleink, úgy nekünk is itt a legkékebb az ég, a legotthonosabb a táj, legjobb a levegő, itt vagyunk itthon, ez a hazánk, és itt képzeljük el utódaink jövőjét is. Az emberi természet egy-egy nagy horderejű eseményt, sorsfordító történést, azok bonyolult összefüggései, ok-okozati viszonyai helyett szereti archoz, névhez kapcsolni, valamilyen módon megszemélyesíteni. Történelmi emlékezetünk is ilyen az államisággal kapcsolatban. Mert ha az állam fogalmán egy adott terület lakossága feletti, mástól független főhatalmat értünk, akkor a Kárpát-medencében már az István király előtti évszázadban is létezett egyfajta politikailag szervezett, a történettudományban leginkább törzsi államnak mondott hatalmi struktúra élén egy nagy fejedelemmel. Nagy változást, olyan léptékűt, amit emlékezetünk Szent István király alakjához fűz, ritkán tud végrehajtani egyetlen nemzedék. Egy nagyon régi mondás szerint Rómában élj római módon. Ha elejünk Európa közepén erős és független népként akartak létezni, meg kellett szilárdítani a törzsi állam addigi laza szerkezetét, és erős államot kellett teremteniük. Ez a folyamat Géza fejedelemsége alatt kezdődött, de befejezése fia István műve volt. Mint hogy István volt az, aki királyi címet vett fel, a neve később, különösen szenti avatása után elhomályosította apjáit, és hozzáfűztek minden olyan újítást, amely az átalakulással volt kapcsolatos. Az addigi politikai rend gyökeres megváltozása részben a 955. évi augsburgi vereségnek, de még inkább egy új európai nagyhatalom, a Német-Római Császárság 962. évi létrejöttének volt köszönhető, amely közvetlen fenyegetést jelentett a szomszédságában élő nem keresztény népekre. A magyar államalapítás, a keresztény monarchia megteremtése része volt az ezred év körüli évtizedek általános európai történésének, amikor a skandináv népek, a csehek, a lengyelek és természetesen a magyarok egymástól függetlenül, de mindannyian a német fenyegetés árnyékában keresztény országokkal szerveződtek. Ezek az országok, így Magyarország is, úgy lettek a nyugati keresztény világ részei, hogy korábbi életükből, szokásaikból, értékrendjükből számos dolgot megőriztek. Álmos, és ezzel együtt az Árpádház pogány eredetmondája, a Turulmonda például olyan erősen tartotta magát, hogy a keresztény krónikaírók akkor is megemlékeztek erről, amikor az Árpádok dinasztiája már a Szent Királyok nemzetsége lett. Talán éppen ez a körülmény, a régi, az identitást és összetartozást jelentő szokások, hagyományok és az új keresztény értékrend együttélése, összefonódása adta a nemzetünknek azt az erőt és hitet, amely megtartott bennünket itt, Európa közepén,
ahol a történelem viharai korábban számos népet elsöpörtek, és a sors a későbbi századokban sem lett kegyesebb az itt élőkhöz. De a keresztény magyar állam és a keresztény nyugati világhoz tartozás tudata mélyen beleívódott az előző generációk szívébe, lelkébe, akik országunkat ennek a civilizációnak védőbástyájává tették, hogy megvédjék a kereszténységet a kelet felől jövő fenyegetésektől. Az iszlám késő középkori támadásai során a mi hazánk szakadt három felé, hogy a keresztény Európa egyben maradhasson. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ma a magyar államiság ünnepén nem mehetünk el szó nélkül azon események mellett, amelyek most fenyegetik kultúránkat, életmódunkat, értékrendünket, szokásainkat, egész Európát, és akár a magyar államiságot is. A tömeges és illegális migrációról van szó. Olyan más kultúrájú és értékrendű, alapvetően moszlim százezrek és milliók akarnak mindenféle ellenőrzés nélkül az európai országok törvényeinek és szabályainak fittyet hányva a kontinensre jönni, akik magukra nézve nem is akarják elfogadni ezeket a törvényeket, európai értékeket, normákat. Nem integrálódni akarnak, hanem párhuzamos társadalmakat kiépíteni, állam az államban enklávékat teremteni. Nem dolgozni ennek Európában, hanem rátelepedni annak szociális ellátórendszerére, kihasználva annak összes előnyét. Azok a szemellenzős, szűk látókörű, vagy éppen Amerikából megfizetett elvtelen alakok, akik afrikai és közel-keleti tömegek európai bejövetelét igyekeznek elősegíteni pénzzel, szóval, tettel, tudatosan elhallgatják, hogy egykor Rómának is hasonló jelenség okozta a vesztét. Beengedte földjére azokat a barbár népeket, akik nem, vagy csak éppen, hogy romanizálódtak, mai kifejezéssel élve nem integrálódtak, hanem pillanatok alatt saját uralmi területeket hoztak létre. Ma ezt a politikailag korrektnek mondott nyugati nyelvezet szerint párhuzamos társadalmaknak mondják. A tömeges és illegális bevándorlás hazai kollaboránsai cinikusan Szent István Intelmérje hivatkoznak, és abból mindig kiemelnek egy mondatot, nevezetesen azt, idézem, hogy az egynyelvű és egy szokás szerint élő királyság gyenge és törékeny. Ebből 1000 év távlatában igazoltnak látják álláspontjukat. Csak azt hallgatják el, szintén tudatosan, hogy Szent István intelmei egyértelmű a keresztény világrend és értékrend alapján íródtak, így kizárólag a keresztény világ keretein belüli sokszínűségről és több nyelvűségről, azaz az európai kultúrkörről beszélt, és véletlenül sem a mai balliberális szóhasználatban szerető multikulturalizmusról. Olyannyira a katolikus nyugat népeire gondolt, hogy még az ortodox keleti keresztényekkel sem tartotta elképzelhetőnek a problémamentes együttélést. Az intelmekben Szent István felteszi a kérdést. Melyik görög kormányozhatná a latinokat görög szokás szerint? Vagy melyik latin kormányozhatná a görögöket latin szokás szerint? És tömören meg is válaszolja, semmelyik. Ha még a keleti és a nyugati kereszténység közötti kulturális különbségek ilyen gondokat okoztak, hihető-e, hogy államalapító szent királyunk a modernkori liberális multikulturalizmus előfutára lett volna? Tiszta agyrém, eszemen próbálkozás. Szent István, mint keresztény uralkodó, a keresztény értékrendet követve a törvények által szabályozottan képzelt el az állam és a társadalom működését, megszívlelve Szent Ágoston szavait, mely szerint a törvények védnek bennünket a veszélyektől és méltatlanságtól. A törvények semmibe vétele az állam és a társadalom romlásához vezet, vagy ahogy az intelmekben olvasható, az egész királyságra pusztuláshoz. 500 évvel később Verbőci István 3. könyve ugyanilyen szellemben fogalmazott. A törvénynek az államnak védfalai és alapjai, bennük foglaltatnak a jó üdve és a béke föltételei. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, amikor arról beszélünk, hogy a törvényeket és a jogszabályokat semmibe vevő százezreket ne engedjük be nyugati világ határain, azaz semmilyen jogsértést normaszegésre fogadjunk el, Szent István és a keresztény Európa több évszázados gondolatait és elveit visszhangozzuk. Azokat az elveket, amelyek nemzedékeken át Európát megtartották Európának, Magyarországot pedig Magyarországnak. Akik ma szemet akarnak hunyni az illegális törvénysértő határátlépések, vagy éppen a migránsok által elkövetett bűncselekmények, szabályszegések felett, a jogra,
törvényekre épülő nyugati világ alapjait ássák alá, és mindez anarchiát szül. Ma az Európai Unió vezető testületeiben az anarchiát támogató hangok az erősebbek. Az emberek túlnyomó többsége homlokegyenest más gondol, mint ezek a bürokraták. Talán nem véletlen, hogy Magyarországon kívül sehol sem merik a kormányok megkérdezni az embereket, miként vélekednek a tömeges migrációról. Magyarországon kívül e témában sehol sem rendeznek népszavazást. A Balkán félsziget keresztény népei 500, mi magyarok 150 év alatt megtapasztalhattuk, mit jelent egy másik, a kereszténységtől gyökeresen eltérő kultúra, mentalitás, politikai felfogás, európai jelenléte, és valljuk be, nem őriztünk meg jó emlékeket ezekből az időkből. Még a gyermekversek is a számukra idegen török, az az iszlám hatalommal és kultúrával szembeni általános ellenérzésről, elutasításról tanúskodnak, amikor úgy fogalmaznak, hogy a török gyerek megvágta, a magyar pedig gyógyítja a bója véres lábát. 1883-ban az emigrációban élő Kossuth a következőket írta. Magyarország a keleti hatalom nyomása ellen a nyugati szomszéd hatalomban keresett támaszt. Elfogadta a nyugati uralkodó saját uralkodójává, de nemzeti léte és állami függetlensége tiszteletben tartásának feltétele alatt fogadta el. A tapasztalás nem igazolta a számítást. A szegény magyar nemzet cseberből vederbe lépett, védőt keresett, nyomorítóra talált. A jelenkor realitása szóról-szóra visszaigazolja Kossuth szavait. Magyarország az Európai Unióhoz csatlakozott, de a társulási szerződésben olyan pont nem szerepelt, hogy brüsszeli hivatalnokok dönthetnek arról, kik, mikor, milyen számban telepedjenek le egy országban, úgy, hogy az ott lakókat arról meg sem kérdezik. Az ott lakóknak abban semmilyen beleszólása nincs. Korábban a demokratikus alapelveire, jogállami normáira, vagy előszeretettel hivatkozó brüsszeli vezetés most minden demokratikus szabályra fittyet hány. Korábban még leckészetni akartak bennünket demokráciából, mostanra kiderült, hogy ők azok, akik ettől távol állnak. Joggal érezhetjük úgy, hogy a tömeges, illegális migráció a felszínre hozta a brüsszeli vezetés mindeddig rejtegetni próbált valódi arcát, ami Magyarország számára legkevésbé sem védelmező, hanem Kossuth szavaival élve sokkal inkább nyomorító. Magyar történelem azonban arra tanít, hogy nemzetünk elő vagy utóbb, de nemet mond azokra az eszmékre, nemet mond azokra a gyakorlatokra, amelyek ellentétesek érdekeivel, nemzeti identitásával. Ha Brüsszel megtagadja a keresztény kultúrát, az európai identitást, elárulja a nyugati civilizációt és spekuláns pénzemberek haszonlesi útmutatásai alapján cselekszik, Magyarországnak a saját alapján, saját érdekében, a saját érdeke mentén kell cselekednie, és ehhez nem szabad asszisztálni. Október 2-án ezt megtehetjük. Az október 2-i népszavazáson közös jövőnkről fogunk dönteni. Nem pártpolitikai szimpátia kérdésében kell állást foglalni, hanem arról, hogy a mi beleegyezésünk nélkül betelepíthetnek-e hazánkba olyan embereket, olyan tömegeket, akik egy teljesen más, a miénktől eltérő kultúrával rendelkeznek, és integrálódni való képességük a jelen tapasztalatok szerint gyakorlatilag nulla. Jakob Wasserman bölcsmondása szerint a jelen nem más, mint első pillanata a jövőnek, ám ugyanakkor utolsó pillanata a múltnak. Ha a közelmúlt nyugat-európai fejleményére gondolunk, arra, hogy ott milyen következményei lettek a tömeges bevándorlásnak, a jövő első pillanata nagyon sötétnek tűnik. Az a múlt pedig, ami néhány évvel ezelőtt még Európa volt, nagyon fájó veszteségként érződik. Hölgyeim és uraim, rajtunk múlik, hogy ez az első és utolsó pillanat milyen tartalma lesz. Október 2 ebből a szempontból valóban sorsfordító. Isten áldja a Magyarországot, Isten áldja a magyarokat. Köszönjük a hallgatást!